Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, akik a Varró István szakiskolából érkeztek, és az én tájékoztatásom szerint ezek a fiatalok a határtalanul pályázat keretén belül látogattak el a Varró István szakiskolába. Éppen a mi tanulóink is most vannak oda a határtalanul pályázat keretén belül, Romániában, Karcag testvérvárosában, Székelykeresztúron. Így aztán tudjuk, hogy ti most itt milyen élményekben részesültök, és nagy szeretettel köszöntünk benneteket itt a Györfi István Katolikus Általános Iskolában. Nagyon szépen köszönjük azt, hogy itt lehetünk és megjelenhetünk. Mint már elhangzott, a határtalanul program keretein belül olyan termékeket készítünk, melyeket átadunk ajándékként különböző intézményeknek. Az elmúlt programjaink során sikerült kis bútorokat készíteni a Kátai Gábor Kórháznak, valamint a Székelykeresztúri sérült gyerekek intézményének, így van. Na most arra gondoltunk, hogy a programunkon picit változtatva, hiszen eddig volt faragástól kezdve mindenféle olyan asztalosságon túlmutató tevékenység, aminek következő állomásaként most már égetéssel fogunk tárgyakat előállítani. És programunk címe ugye műhely munka télen, tehát télen mind is valósíthatunk meg. Gyakorlatilag bent a műhelyben tevékenykedtünk, ékszertartó dobozokat készítettünk, kereteket, valamint egy olyan, nem mondhatom azt, hogy szentképet nincs felszentelve, de egy olyan vallásos jelenlő képet, bibliai jelenlő képet, amit úgy gondoltunk, hogy a Györfi István általános, katolikus általános iskolának átadhatnánk. És ezután szeretném is megadni az alkalmat, és csoportunk nevében a mi iskolában, a Kérdomokos Iskolaközpont nevében szeretnénk átadni nektek. Szeretném először is úgy megmutatni, hogy minden egyes kis pici vonás, valamilyen másik tanulóknak, a gyereknek a gondolkodó munkája. Az én vonásom között már picit több van benne, ugye, de nagyon sok szeretettel szeretnénk átadni iskolájuk részére, és mindenféleképpen szeretném úgymond hagyományát teremteni annak, hogy akár ide adhassuk termékeinket, akár Karcagváros bármelyik más iskolájába, minél több tanulót bevonni, és örömmel látom azt, hogy a Györfi István általános iskolából is vannak már tanulók, akik majd asztalosok lesznek, és remélhetőleg őket is el tudjuk vinni a következő pályázatainkra. Szám szerint most a negyedik éve, hogy már pályázunk rendszeresen Székelykeresztúrral, ötödik alkalommal jutottunk el az asztalosokkal, ha jól tudom, nem, ötödik alkalommal csak az iskolával, és ugyanúgy a gépészeink majd szeptemberben fognak részt venni hasonló programban. Remélem, az is legalább akkora sikerrel zárul, mint a miénk. Fogadják én szeretettel a ajándékot. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük a Varró István iskola vezetőségének, hogy újra minket választ a pályázatuk partnereként. Mi is köszönjük szépen, hogy meglátogattak, megtiszteltek bennünket, és küldjük üdvözletünket Székelykeresztúrnak. És akkor egy kis vendéglátásra szeretnénk meghívni a vendégeinket. Köszöntöm nézőinket, Felegényi Márti Máriával, a Varró István szakiskola igazgató helyettesével beszélgetünk, hiszen ismét sikerült egy pályázatot nyernünk, és Erdélyből, testvérvárosunkból érkeztek diákok. Mi is ez a pályázat? Mint ahogy már korábban is többször elmondtuk, ez a pályázat már több mint 5 éve folyik a két iskola között. Általában valamilyen szakmai közös programra szerveződik ez a pályázati program, és minden programnak, minden projektnek van egy projektterméke, és a projekttermékek általában kisebb használati tárgyak, de sokszor készítettünk, vagy többször is készítettünk már ilyen használati tárgyakat, kisebb bútorokat, amit felajánlottunk itt a Kátai Gábor kórház részére, és Székelykeresztúron pedig egy beteg gyerekeket gondozó intézmény számára. Nyilván mindig olyan bútorokat gyártottunk, vagy készítettek a diákjaink, amit ezek az intézmények tudtak használni. És most ebben a programban úgy döntött a projekt team, a kis csapat, hogy elkezdjük az általános iskolákkal
tanárokkal is szorosabbra építeni a kapcsolatot, meg tudjuk azt is, hogy ők is folyamatosan készítenek ilyen projekteket, pályázatokat, és ebben az évben úgy döntöttünk, hogy a Györfi Általános Iskolának fogjuk felajánlani a projekt termékünket, ami ebben az esetben egy bibliai témájú kép, amit égetési technikával készítettek a faipari szakmai kollégák. Azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés, hiszen akkor ott lesz mindenkinek a keze nyoma minden iskolában. Van. És akkor hát nem titkolt szándékunk az sem, hogy ugye folyamatos beiskolázási problémák vannak, akár általános iskolák, akár szakiskolák és gimnáziumok számára. Ezzel is szeretnénk egy kicsit szorosabbá tenni a kapcsolatot, meg az itt lévő diákok látják, hogy milyen szép termékeket készíthet egy asztalos, és akkor reméljük, hogy egyre többen fogják ezt a szakmát választani. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Valsi Bajában beszélgetünk, hiszen keresztül az Zájdomokos Technológiai Líceumból érkezett csapatnak már oszlopos tagjaként több éve találkozunk. Itt az előbb hallottuk, hogy most egy picit más jellegű volt ez az ajándék, amit hoztak. Honnan jött ennek az ötlete? Hát onnan jött, hogy már úgy gondoltuk, hogy jó lenne nem mindig ugyanazt az intézményt támogatni, hanem különböző más intézményekkel, iskolákkal fölvenni a kapcsolatot, és úgy, mint most ezt a szent képet, vagy bibliai témájú képet idehoztuk a Györfi Általános Iskolához, Székelykeresztúra is készült egy ilyen bibliai témájú kép, és itt ott a Kolping intézménynek adtuk át, amely a katolikus egyháznak egy szervezete, szeretetszolgálata, és ott vannak mindig megszállva a diákok, amikor hozzánk jönnek. Itt most kik vannak? Itt most 14 asztalos diák van, 9-10 és 11. osztályos diákok, és óriási élmény számukra, hogy eljuthattak ide, hiszen közülük vannak olyanok, hogy először lépték át az országhatárt, először jártak a fővárosba, nagy élmény volt számukra, hogy a szabad programokon keresztében részt vehettek fürdőzésen, termálfürdőzésen, élményfürdőbe voltak, hiszen ott nálunk ezek a lehetőségek jóval szerényebbek, tehát 50 kilométeres körzetben nincsen is, meg nagyon nehezen jutnak el ezek a diákok ilyen helyekre. Ugyanakkor nagy élmény volt az IKEA-ba való ellátogatás, szakmai szempontból tapasztalatot gyűjtöttek, ötleteket szereztek, mindenki kedvenc termékét meg kellett fényképezze, majd otthon megpróbáljuk elkészíteni. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon nagy fontossága van az ilyen pályázatoknak, hiszen lehetőség nyílik a fiataloknak, kijöjjenek, ismerkedjenek, táguljon a látókörük, barátokat szerezzenek. Ezek a barátságok, élő barátságok Facebookon, e-mailen keresztül folyamatosan kapcsolatban vannak sokszor, tehát ők jönnek, mondják, hogy tanárnő, mi történt Karcagon. Akkor azt gondolom, hogy ez egy élő kapcsolat lesz a két település között. Köszönjük szépen! Mi köszönjük a lehetőséget, hogy itt lett. A Györfi Sán Katolikus Általános Iskola kapta ezt az ajándékot, amiről beszélünk. Kovács Miklós igazgatóasszonnyal beszélünk az ajándékról. Mit szóltak ahhoz, amikor megtudták, hogy most önök kapják ezt? Nagy örömmel fogadtuk Kis László szakoktatónak a megkeresését, amikor arról tájékoztatott engem, hogy ebben az évben a mi iskolánkat választotta a pályázat keretén belül a csoport, hogy a gyerekek által készített terméket nekünk ajándékozzák. Hiszen annál is inkább tetszett nekünk ez az ötlet, mert iskolánk szeptember 1-től került az Egri Főegyház megye fenntartásába, és ilyen jellegű dekorációink még nem nagyon vannak, és ezt is, amit a mai alkalommal vettünk át, ezt a bibliai jelenetet ábrázoló pirográf technikával készült képet, majd az aulában fogjuk elhelyezni az elkövetkezendő időben. És hát azt tudjuk, hogy van testvérvárosunkban másik iskolával kapcsolatuk, de akkor lehet, hogy ezzel a középiskolával is elindulhat egy kapcsolat. Igen, minden lehetséges, annál is inkább, hiszen éppen ebben az időben a mi iskolánkból is tartózkodik egy csoport kint Székelykeresztúron, egy 40 fős diákcsoport. Ők a testvériskolánkban, a Petőfi Sándor általános iskolában tesznek éppen látogatást, és oda viszik el a mi ajándékunkat, és most pedig itt azok a gyerekek vannak, akik felvételt nyertek a Varró István szakiskolába, és ők lesznek a jövő elsős, vagy kilencedikes tanulói, és bízunk benne, hogy az ő révükön keresztül majd egy kapcsolat alakulhat ki, nem csak a Varró István szakiskola között, hanem az Zájdomokos Líceum között is. Reméljük, hogy így lesz. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen!